vármegyékben az eddig jellemzően az önkormányzatok által működtetett 176 szolgáltató helyett 2023. július 1-jét követően egy szolgáltató lesz. Nevezetesen a vármegyei irányító intézmény, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. A legfontosabb változásról szólt beszédében Balázsi Ildikó megyei vezetővédőnő. Már hagyomány, hogy minden évben a Védőnők Napja alkalmából köszöntik a nyíregyházi védőnőket. Az idei ünnepség azonban rendhagyó volt, hiszen az eddig az egészségügyi alapellátáshoz tartozó védőnők munkáltatói feladatai július 1-től az önkormányzatoktól az állam hatáskörébe kerülnek majd. A rendezvényen Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere kiemelte, a körülmények változnak, a cél és a feladat azonban ugyanaz marad. Július 1-től a kórházakhoz fognak tartozni a védőnök, tehát állami fenntartásokból kerül az ellátás, de én azt gondolom, hogy az elmúlt 110 évben változott az ellátásnak a formája, de a cél az mindig ugyanaz maradt, és a védőnők bármilyen fenntartásban is működtek, mindig magas hivatástudattal végezték az ő munkájukat. Ugye a nővédelem, a várandósok gondozása, a korai fejlesztések és a prevenció, tehát nagyon fontos szerepe van az egészségügyi alapellátásban, illetve a családok védelme területén. De azt gondolom, hogy nem a szervezeti keretek fontosak, hanem az a hivatástudat és az a háttér, amit ők tudnak ehhez nyújtani. Az ünnepségen elhangzott, a védőnők lelkiismeretes és kitartó munkájának is köszönhető, hogy hazánkban a csecsemő halálozási mutató 6000-elék alá csökkent. Összehasonlítások alapján Európa más országaihoz képest Magyarországon összehangoltabb az édesanya és a gyermek egészségügyi ellátása. A világon szinte egyedülálló védőnői szolgálatot, mint ellátási rendszert 2015-ben a hungarikumok közé sorolták. A szolgálat története 1915-től az Országos Stefánia Szövetség megalakulásával kezdődött. Nyíregyházán is több mint 100 éves múltra tekint vissza a hálózat. 1915-ben Taufer Vilmos, aki a szövetség atya volt, aki a létrehozója vagy programvezetője volt, ő azt mondta, hogy a védőnők azok, akik szakmailag felkészültek, és erre a munkára csak melegszívű, intelligens nő való, aki értékes lelki tulajdonságaihoz hozzátanulja mindazt, amit szakmai szempontból tudnia szükséges. Én azt gondolom, hogy ezek a védőnők, akik Magyarországon ma szolgálatot teljesítenek, mind szakmailag, mind emberileg felkészültek. És a szépsége pedig az, hogy a családoknak segítenek, a családoknak az egészséges életmódját és a jövő nemzedéket gondozzák, akik adják ugye a társadalmunknak az alapját, hogy egészséges gyerekekből egészséges felnőttek legyenek. Az ünnepségen az egészségügyi alapellátási igazgatóság nevében munkájuk elismeréseként emlékplakettet adtak a Nyíregyházán védőnői szolgálatot teljesítő 63 védőnőnek.